Nem tudom, mennyire láttátok a tükörbe. Hogy mi követ minket. Hogy mi követ minket, illetve a borítóképen mi van. Bennett nagy álma. Sirocco Air. Mondd még egyszer. Sirocco Air. Mondd még egyszer. Sirocco Air. Sirocco Air. Igen, szóval egy Sirocco Air-t mutatunk be nektek. Most megyünk ki a helyszínkre, aztán bemutatjuk nektek. Teljesen, majdnem teljesen gyári, ha jól tudom, fellelt állapotú, úgymond, mert a srác nem rég vette, de ezt majd úgyis beszámol róla, meg az átalakításokról, amik terve vannak, úgyhogy... Na majd mindjárt, most ne. Gányolással. Ja? Szépen fogalmazunk. Hozzá, megcsináljuk, abban nagyon jók vagyunk. Ja, veszek a ízes sufniboltba egy kis fehér festék, ezt letoljuk. Hát lehet még az se kéne, mert nem tudom, van-e húgod, de temperával. Ilyen vagy körömfestékkel. Nézzük majd, az a színazonos. Na. Pirexbe fognak segíteni. Biztos. Ilyen színű Airgolfon van, ilyen ütes. Gyöngyházfehérben is gyöngyházfehér? Van. Hozz meg egy gyöngyházfehér. Na. Ezelőtt nekem volt egy Volkswagen pólóm, és szerettem lecserélni valami nagyobbra, komolyabbra, és így Volkswagen csoporton belül maradva szerettem volna egy különleges autót, ami itthon is viszonylag ritka, és hát a Sirocco Air szerintem a két kezem meg tudom számolni hány darab van, így erre esett a választásom. Egy fél évig keresgéltem, bújtam mindenféle használt autós hirdetést külföldön, itthon, és olyat szerettem volna, az volt a fő prioritás, hogy ez a fajta motorsport kagylőlés benne legyen, ez volt a fő prioritás. Azon túlmenőleg... Oh, megmutatjuk közben. Aha. Ez a fajta kagylőlés a Golf Air, Golf 6R-be volt. Ezek elég szépek. Sirocco Air-en kívül, meg számtalan Audi RS modellbe belerakták, ezen kívül. Meg most a GTI Club Sportba is el lehetett érni. Ott is ugyanígy bőr Alcantara verzióba. Ez egy nagy álmom volt, hogy ez az ülés benne legyen az autóba. A DSG az már úgymond kedves ráadás az egészre, hogy olyat sikerült kifogni, ami még DSG-s is. Viszont nagyon sok volt fönt, ami látszatilag jól nézett ki, viszont állapotban nem az volt, ami, aminek kellett volna lennie. Én viszonylag kevés kilométer futott, meg... Mikor ez a Golf? Sirocco? Ez 2013-os autó. 2013 óta lelakták. Nem ezt, amiket láttam, azokban sok le volt lakva. Igazából ilyen a lámpától lámpáig való gyorsulásokra használták. Ez az autó megkímélt volt, mert az első tulajdonos a Volkswagen AG volt, ott dolgozó tulajé volt valószínű. Általában ott olyan ciklus van, hogy egy évig használják, és utána levedlik az autókat. Utána megvette egy idősebb úr, aki harmadik autóként használta, ilyen hétvégi weekend autóként. Mellette volt neki egy Q7-ese, szóval az úgy el tudott járkálgatni, és amikor volt valami olyan érzése volt, akkor ezt vett elő nyaranként. Szezonrendszám volt rajta kint Németbe, és megbecsültek. Ezt kintről hoztátok akkor? Kintről, igen, kintről. Németből. Aha. Konkrétan a Bodensee partjáról hoztuk. És télen nem járt szerintem túl sokat. Adatokban egyébként mit tud? Hát ez a gyári 265 lóerő, és első kerék hajtás, ami igazából az egész autónak a nagy fájdalma, hogy első kerekes. Mert a Golf 6R, ami ugyanekkor készült, az négy kerekes volt. Ez pedig csak kettő. Még nem lenne baj, ha hátsó kerekes lenne, de az a baj, hogy első. De egyébként én nagyon szeretem az első kerekes autókat, nincsen velük bajom. Télen is lehet velük driftelni, ha nagyon akarsz. Jó kézivel. Persze. Ebben legalább rendes kézivel, nem mint a mostanság az a hülye elektronikus kézifék, ami mindenhogy leblokkol téged, és nem tudsz vele semmit se játszani. Itt legalább van erő, itt lehet rendesen kézifékkel is játszani hóba. Elektromos csomi ajtaja? Igen. Egyébként máshogy nem is tudod kinyitni, csak kulcsal még. Ez a két opció van, mert mindenem mostanában, hogy forgó embléma van, ez igen. Fix. És alá se tudsz nyúlni. És csak kulcssal, vagy ott a gombbal tudod kinyitni. Hülyettem, miért kapnék?
mély csomagtartó. Hú, azért igen, az van. Van hely. Hát most így lehet nagyjából látni, hogy mennyi hely van benne, és ebben még lehet bőven pakolni. De nem az, hogy ilyen mély, az meglepett. Két főre, egy hétre simán el lehet pakolni benne, úgyhogy kaja, pia, csomagok, és nem kell előrehajtani az üléseket sem. Szóval még praktikus is, mert úgy hoztuk haza az autót a téli kerekeken, és a nyáriak benn voltak a csomagtartóban meg elől, és befért mind a négy kerék ez az autóba. Jó. És meg a kalaptartót is le lehetett csukni. Hát akkor mit akarsz? Praktikus autó, mindenki vegyen sirokkot. Kipufogó? Ez gyári. Ez gyári? Igen, az egész autó gyári, eskügyári. Na. Ez tényleg eskügyári autó. Jó, mondjuk egy picit hazudok, mert hátul fölraktam egy nyomtávszélesítőt. Nagyon bután nézett ki. Kicsit bent volt. Bent volt a kerék, így most kicsit kijebb van. 10 milliset tettem föl hátra, így kicsit komolyabban néz ki. Igen, mert ott van a szelep. Ja, aha. Ha a fordulatszám meg a gázpedálás úgy ítéli meg, akkor kinyitja magától a szelepet. Ez az jó. Látszik, és a kipufogón az kicsit jobban kormol. Nem néz ki rosszul, de... Régen nagy divat volt. Igen, fényes fekete jobb lett volna szerintem, jobban igen, passzolna igen, most az már, autóhoz. Igen, most már nem is azt mondanám. Meg hát a diffúzort is lefóliáztattam, meg a tükrök tetejét. De ezek szerintem tavasszal meg fognak szűnni, és kap egy fényes feketét a tetőre. Meg mindenhova máshova is, vagy csak a tető? Csak a tető, mert a többi az egyébként is fényes fekete tükör is, a diffúzor is. Ja, csak simán leszeded, és akkor annyi. Igen. Hát vagy veszek rá igazi karbont, ami nem fúrja. Még egy fokkal jobb. Akkor ez is gyári felnie? Gyári felnie, gyári 19-es. Aha. Ja, azt nézem. Úgy gyári csavar is minden. Aha, hát tényleg teljesen gyári. A koptató, ami itt van még, ez a kis pluszi. Ezt tettek még föl rá. Ami szerintem optikailag jól mutat rajta. Aha. Teljesen. Kinyitjuk a matraszt? Persze. Nézzük meg. Ja. Picit koszos. Hát igen. Ez majd tavasszal fog kapni teljes takarítást, az egész autó akkor lesz lefényezve, az első lökhárítóval lefényezem. Aha. Meg egy full polírt, addig igazából így megpróbálom élvezni, mert most amúgy is az autó megvétele után kötelező volt minden olajat kicserélni, ami csak kellett. Váltóolaj az 60 ezerenként, kell én 50 ezernél megcsináltam. Aha. 9000 km előzött elvileg megcsináltak az olajcserét, most gyakorlatilag is meg van csinálva. Milyen gumik elől? Ez egy Firestone, Firehawk. Itthon nem egy gyakori darab, meg szerintem nem is egy jó gumi. Csúszik? Vagy nem jól tapad. Aha. Vizesen jó, szárazon nem az igazi, nagyon túrja vele az orrát. Egyébként nem lenne rossz az autó szerintem. Ezzel a gumival nagyon túrja az orrát, nincs elő semmi tapadás. Egyébként se sok mintázat van már rajta. Jövő nyárra ez cserés, az biztos. Ezzel vetted már? Ezzel vettem, igen. A hátul viszonylag új gumi van, ott Nexen van. Egyébként akár hiszitek, akár nem, mindenki mondja, a Nexen mennyire szar gumi. Hogy ne vegyük meg. Egyébként már gyári szerelésű gumi is a Volkswageneken. Nem csak a Volkswageneken. És ezen az autón, ez a Enfera S1, vagy nem tudom minek hívják pontosan, ez kurva jól tapad. Tényleg. El se hiszed. Melyik tényleg nagyon jó, ez egy friss gumi, 17-es dot számú, és nem sok mintázat ment le eddig az előző tulajnál, de tavaly vette nyáron, és tök jól tapad. De igen, egy ugyanett kinyírtam pár hónapja 18-asban, hogy ennek szent. Defekt. Úgy oda vettem, mint a szart. Egy csúlyán. Sötétben mentem, és akkor a kátyút telébe vertem bele, hogy három helyen szakadt ki. És fel is kapott? Felni nem, de futom, igen. De csak futom beállítás, csak elmászott, de rombezett. Mik akkor a tervek vele? Hát a tervek az, hogy első körben egy ültetést kitalálok rá. Még nem fogalmazódott meg bennem pontosan, hogy milyen jellegű ültetés lesz. Én ezt akartam kérdezni, hogy... Mert az Airride-on gondolkozom, külföldi oldalakon nagyon sokat néztem sirokkot, ott szinte mindenki Airride-al oldja meg az ültetés, és nagyon látványosan jól néz ki.
Viszont én ezt az autót napi használatban is akarom használni. Uh-huh. Ez Elride inkább a show autóknak a sajátja, mint a napi használatos autóknak. Nem azt mondom, hogy nem lehet kivitelezni egy-egy jó rendszerrel, de az drága. Viszont ha a Gewinde mellett döntök, akkor mindenképpen egy Highlander vagy kávé lesz beleválasztva, egy kávé variant 2, egy FFR-tes, ami még egy kicsit le is van rövidítve, és akkor lehetne vele jól játszani az alacsonságba. Plusz szerintem vennék rá egy 20-as felnit. Van így terv? Valami? Vagy Audi felni lenne, az RS4-nek a felnie. Aha. Ez pont alá fér. Az a rotor, nem? Vagy a rotor, ám bár abban elég sokat föltettek már sirokkorra. Van egy másik jellegű, ilyen tízágú, azt hiszem. Ilyen nagyon jól néz ki. Most nem tudom így nagyjából lekörvonalazni, de az sokkal jobban néz ki, mint a rotor felni. És azon kívül? Azon kívül vagy roti, vagy vőzem, vagy valami hasonló kaliberű felni. Attól függ, hogy melyiket találok úgy jobbat, ami jobban tetszik. Ha. Szóval ilyesmin gondolkozom, hát majd meglátom, hogy melyik jön össze. Egyelőre minden a jövő zenéje, hogy mit találok ki rá. Csak legyen meg az anyagi része egyelőre. Ezt így, ahogy van, élvezem. Akkor napi használatban van. Napi használatban van, igen. És akkor úgy télen, amikor kicsit csendesednek az idők, téli kerék, meg stb., akkor lesz időm kitalálni, hogy mi legyen a tavaszra, az újdonságra. Jó, tehát akkor már ott új felni lesz, és új felni, ültetés, stb. Igen, aha, igen, igen. Meg úgy voltam vele, amikor belefogtam az egész projektbe, autóvételbe, hogy mindegy, hogy milyen színű lesz. Mert ötféle szín van, vagy hat. Kétféle kék, egy sötétebb, meg egy ilyen világos, vagy ilyen élénkék. Ez a fehér, egy fekete, egy szürke, és egy ilyen fűzöld színű verzió. Ilyen méregzöld, nem? Méregzöld, igen, igen. És mindegy volt, hogy melyik szint jön be, az az autó lesz, csak technikailag minden klappoljon rajta. De nézegettem, hogy vannak nagyon szép piros és kék fúrják. Valamelyiket lehet, hogy majd kitalálom későbbiekben. Egyébként az ultra ritka kategória ebből az autóból a sötét kék szín, és ahhoz ez az ülés. Olyan nagy félérdés van akkor, hogy miért nem tették alá az összkereket. Neked hiányzik az összkerék alul a klasszikus RS Golf Road, vagy Volkswagen? Hát igen, én is nagyon sokat vaciráltam, hogy Golfer, Sirocco-er, melyik legyen, és volt szerencsém kipróbálni mind a kettőt, mind a kettőt kéziváltóval, és amiben kijön a négykerékhajtás, ez csak a rajtolás. A hétköznapi vezetésben ugyanúgy tolja mind a kettő az orrát. Nagyon nem tud kijönni, ez csak igazából ilyen éles helyzetekben tud kijönni versenypályán, szerintem a különbség a négykerékhajtás meg az elsőkerekesség között. Tehát versenypályán nagyon nem akarok vele menni. Egyszer-kétszer lehet, hogy kimegyek egy ilyen pályanapra, de max ennyi, nem ez a célom. De egyébként szerintem azért találták ki ezt, hogy ez elsőkerekes legyen, mert a Golf az már négykerekes volt, és nem akartak egy nagyon nagy vetélytársat csinálni neki, mert ez egy kicsit jobban néz ki, meg látványosan, mint egy Golfer, és lehet, hogy túl sok vevőt elvettek volna a Golftól. Ez az én meglátásom, aztán ki tudja, mi van a háttérben. Igen, hát a VR motor az a valóban belekerülhetett volna az összes erről, mert szerintem lenne egy létjogosultsága a mai napig a azt VR-eknek. Azt mondják, hogy azért vették bele, mert a gazdasági okokból elriasztja az embereket az összkerék is, meg a 3-2 is elriasztott az embereket, és hogy inkább egy sokkal inkább hát szerintem szimplán annyi prózai oka volt, hogy a károsanyag kibocsátást nem tudták vele tartani, úgy, ahogy szerették az volna, meg a fogyasztást, ami... És hát ez én alattam normál járkálósba, hogy nem bántom, olyan 8,5 környék a fogyasztásom. Ha spórolósan megyek, akkor 8-8,5 között van, ha megnyomom neki, akkor meg annyi, amennyit nem sajnálok. V-Power Racinget tankolok bele, vagy OMV 100-at.
annál lejjebb nem akarom adni. Csípben nem gondolkodsz? Mert mi turbos benzines azért azt lehet húzni. Persze, egyébként a Stage 1 csíppel simán egy 310 lóerőt, 300-310 lóerőt ki lehet belőle hozni így első körbe, és ha még a szívórendszer, kipufogórendszert is átalakítod, akkor ezt még így föl lehet húzni 320 fölé. Hú, azért az... Így Stage 2-be, és innentől kezdve már a hardware-es dolgokat kell variálni. Igen, turbo, tugattyú, meg hajtókar, stb. Beülhet? Persze, nyugodtan. Abba már nem mennék bele. Még. Egyelőre legyen meg az optikai része. Ezt a 265 lóerőt is megfelelően tudom élvezni. Hát gondolom, gondolom. Hány kiló a kocsi? 1450 kiló. Így papíron, mint üres tömeg, üzemanyag, meg sofőr nélkül. Hát egyébként az a legnagyobb baj, hogy elsőkerekesként a 265 lóerőt se nagyon tudja már letenni az első kerékre. Bár lehet, hogy ez a szargúminak az oka, de ha például launch controller rajtolsz, akkor az első 10 méter... Van benne, a DSG-hez jár. Ja. Jó szült! Kipufogó szépen pöckölget. Itt lenne? Na, itt szoktunk megfordulni, de mehet tovább, csak majd egy-két kanyar. Majd mutatom a launch control-t. Jó. Senki. Tekerte szépen az elejét. Nem, nincs gumi rendesen van rajta. Nagyon idáig így jó. Igaz, mert azért lesz egy kanyar. Van rajta fék is. De tekerte az elejét szépen. Hát jó ez? Az első kerekes létére, hát most. Hát meg szerintem egy jobb gumival lehet, hogy ezt jobban tudná ezt abszolválni. De hány ló ez a Scirocco Air? Ez 265. Aha. Tovább nem mennyi voltam már össze rajze. Jót megy. Bence, nyomsz még egy dízét? Launch control-t? Aha. Visszafele. Persze. You're no hero, so don't act like it. Please don't try.